A verseny célja, hogy ráirányítsák a diákok figyelmét a hulladékkeletkezés és hulladékkezelés problémáira, ezen keresztül pedig általánosságban a környezetvédelem és környezettudatosság fontosságára. Én azt gondolom, hogy egy kormányhivatalnak minden olyan ügyet fel kell karolni, ami pozitív a környezetünkre, a környezetünkben élőkre, a társadalom számára pozitív üzeneteket ad. Ez a program, amelyet megnyertünk a KEOP pályázatban, ami arról szól, hogy a környezet tudatos életmód, szemléletmód formálását Komárom-Esztergom megyében egy program keretében óvodáskortól felnőtt korig egy picit bevezessük. Ez nagyon alkalmas erre, hiszen az elmúlt két hónapban több óvodát látogattak meg pedagógusok, bábpedagógusok, környezetvédelmi szakemberek, akik a korosztálynak megfelelő módon tudatosították a környezet tudatos életmódnak a specialitásait vagy szokásait, az ehhez való gondolkodásmódnak az alapjait. A kisiskolákban, kisiskolás korban, általános iskolákban folytatódik a program, ennek a része ez a diákok között meghirdetett alkotáspályázat, amelyet most a Facebookon is, illetve a kormányhivatal honlapján pályáztatunk, illetve hát nyilván folytatódik még a felnőtteknek szóló konferencia sorozattal, és hogy mennyire hivatali vagy nem, hát a kormányhivatal az a megyében a kormány feladatainak, célkitűzéseinek a megvalósítását is szolgálja a bürokrácián, az államigazgatási feladatellátáson túl. A környezettudatos szemlélet, az energiatudatos életforma, azt gondolom, hogy jól látható volt az elmúlt esztendőkben a kormányzati tevékenységből, és mi ezt egy kicsiben, kisiskolás, óvodás, felnőtt korban próbáljuk ennek a programnak a keretében megvalósítani, illetve egy szeletét megpróbáljuk így idehozni. Összesen 32 darab pályamű került kiállításra, melyekre szavazni is lehet. Mai nappal elindult a Facebookos és internetes, illetve a kormányhivatal honlapján az internetes szavazás, ami azt jelenti, hogy április 27-én éjfélig lehet leadni a szavazatokat, ezeket összesít a kollégák, és ezt követően április 30-án lesz egy ünnepi gála, amelynek keretében a legsikerültebb alkotások, közönségdíjas szakmai zsűri által is bírált alkotások meg fogják kapni a díjakat, elismeréseket, jutalmakat. Azt gondolom, hogy a gyermekek számára egy nagyon motiváló program volt ez a pályázat, és ennek az eredményét, ennek az elismerését nem hagyhatjuk ki. A díjátadó ünnepségre a zsűrizés és a közönségszavazás lezárását követően április 30-án kerül sor.